cashflow játékot keresek. Az egyik közösségi oldal adok-veszek csoportjában számos hirdetést lehet találni, ahol valaki valamilyen konkrét terméket keres. Éppen ez adott ihletet annak a csalónak, aki nem szokmányos módon ejtett tévedésbe embereket. Kifejezetten olyan hirdetések után kutatott, ahol valaki valamilyen terméket keresett. A 30 éves nő azt állította 2018 tavaszán, hogy rendelkezik ezekkel az árucikkekkel, pedig a valóságban nem így volt. A termékek, amikről hazudott az elkövető, egészen sokfélék voltak, így például volt köztük videójáték, társasjáték, gyerekbútor és babahordozó is. Több esetben olyan árucikkről volt szó, amikor a másik fél konkrétan típussal, márkanévvel megjelölt árut keresett, ő pedig erre jelentkezett, hogy ő bizony rendelkezik ilyennel, és ezt kínálta fel eladásra. A gyanútlan vevők átutalták előre a pénzt az általa megadott bankszámlára, de a kifizetett terméket soha nem kapták meg. A csalónő egy barátja bankszámla számát adta meg, az ismerősének nem volt tudomása a pénzösszegek eredetéről. Az átvert vevők, miután rájöttek, hogy becsapták őket, próbálták felvenni a kapcsolatot a nővel, aki kezdetben hitegette őket, majd egy idő után elérhetetlenné vált a számukra. Az ügyészség végrehajtásában felfüggesztett fogház fokozatú szabadságvesztés büntetés kiszabását, mellette pénzbüntetés kiszabását indítványozza, illetve vagyon elkobzásra is indítványt tett. A nő 13 az ország különböző pontján élő embertől csalt ki több mint 100 000 forintot.